34. augusztusában épült ez a ház. Apám úgymond önállósodott. 34. októberében észrevett, hogy itt van egy üres üzlethelység. A szomszédban volt egy Szabó barátja, aki rábeszélte, hogy vedd ki és próbáld meg, mert végül is elég dinamikusan növő városrész. Ez a szűcsgép, vagy más néven szörmevarrógép, 1800-as évek vége felé találták föl. Amíg ez nem volt, mindent kézzel vartak. Amikor a szűcsgépet feltalálták, akkor egy új technológiát, az eresztést tudták kitalálni, ami azt jelenti, hogy egy ilyen nercbőrből csinál egy ilyen hosszút. A területe ugyanakkor maradt, csak fölvágják, és utána újból összevarják. Van egy jópofa emlékem, azt apám nem emlegette mindig, hogy rengeteg sok barátja bejárt hozzá, akik állandóan csak beszélgetni jöttek, és hát föltartották őt. 4-5 éves lehettem, hát megőrzésként gondolom itt lehettem, és engem is beküldött így a szabászasztalá egy kalapácsa, hogyha jönnek, akkor csak csapjak a lábukra, és ezt bizony egy párszor megtettem, úgyhogy a drága barátok azok megemlegették egy lila ujjal, hogy én ott alul dolgoztam rajtuk. A szűcs az elsősorban a szörmés bőrökkel dolgozik. Bunda, sapka, akár ágytakaró is lehet. Ez egy eresztett nerc. Ami azt jelenti, hogy ez egy nerc bőr mondjuk itt, ami látható. Szépen ilyen 4-5 mm-es síkra föl van vágva, és egymáshoz képest egy 4-5 mm el van csúsztatva, és újból összevarva. Én nekem a szolgáltatás nagy része az a meglevő bundáknak az alakítása, tisztítása, javítása. Újakat is készítek, csak az arányaiban sokkal kevesebb. Amit a mamáktól, nagymamáktól a fiatalok megörökölnek, szeretnék modernizálni. Tehát akár egy régi-régi divatjamult fazontból, akár egy szörme mellén készíteni, az most nagyon divat. Borotva penge betétes szerszámmal szabjuk, avval vágjuk, a szűcsgéppel, géppel varjuk, és van ez a másik kézi eszköz, amivel a varrásokat le lehet simítani. Ez mind az autó, kinek melyik tetszik. Van, aki a Porsche-t szereti, annak mondjuk megfelel a NERC, van, aki a mindennapos haszonautót, akár egy egyszerű kis futós kis Opelt vagy Suzuki, annak ott van egy bárány vagy egy nyuszi. Ez olyan, mint a téli gumicsere, tehát hogyha az első hideg bejön, akkor a gumisnál sorba kell állni, mert hát nem győzi szerencsétlen. Ugyanaz van velem is, hogyha elhúzódik az ősz, mint az idejében is, akkor folyamatosan tudok dolgozni, senkinek nem kell azonnalra, és amikor jön a hidegebb idő, akkor már fölkészülten tudják ők is várni. A Víg Színház az közel van, illetve a József Attila Színházban is, hát a művésznők főleg régebben jöttek, akár hát én, akivel találkoztam, a Csata Irén volt, a Halász Judit volt, ez az egyik legöregebb, vagy legősibb szakma, hiszen az ősember is, mikor fejbe csapta azt a mamutot, akkor nem dobta el a bőrét, mert hogy a húsra van szüksége, ugyanúgy felhasználta és belebújt. Annyival meg kell tisztelni azt a szegény állatkát, akit mi tartunk, illetve hát a kettelésünkre tartjuk, hogy minden porcikáját felhasználjuk. Én Budapestet tudom, esetleg egy-két tucat kollega lehet. Van egy szörme szövetségünk, amit mint alapítótag egy 15-valahány éve alapítottunk, és hát onnan sajnos sorba hullanak, fogynak az idősebb kollégák is, mert fiatalok azok nincsenek, képzés az nincsen. A természet is ellenünk dolgozik, tehát a felmelegedés. Van olyan tél, hogy nincs is szükség arra, hogy előszedjék a bundákat. A gyerekek, van valami sansz arra, hogy továbbvigyék a... Hát nem is nagyon erőltettem, szóval ez a jelen, amiben én vagyok, engem tökéletesen kiszolgál, de az egyik az informatikus, tehát abban nem lehet versenyezni, hát többet keres, mint én, sokkal kevesebb munkával. A másik az egy úszóedző, úgyhogy nem igazán erőltettem, hogy jöjjenek.